Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket. Három témával foglalkozunk mai műsorunkban. Ezekben a napokban zajlik a Szóval című retorika verseny regionális döntőinek sorozata. Nagy öröm, hogy egy szombathelyi csapat is megmérettetik ezen a viadalon, mégpedig a Horváth Boldizsár szakközépiskola csapata. Erről a versenyről esik szó elsőként a mai műsorban. Hétfőn zajlott a Bercsényi Miklós általános iskolában a már hagyományos esélynap, ahol is az iskola tanulói együtt játszottak mozgássérült társaikkal, együtt sportoltak. Ez az apropója annak, hogy egy kicsit szót váltsunk a Vas megyei család esélyteremtési és önkéntes ház feladatairól, tevékenységéről, ez a szervezet is részt vett a hétfői rendezvényen. És egy másik esemény, amely ugyancsak mozgássérült és épp fiatalok összefogásaként valósulhatott meg. 2003-ban határozták el először fiatalok, hogy a nagy héten bemutatnak egy passiójátékot, mégpedig minden esztendőben az ország különböző területein látható ez a játék, a közönség okulására és nagyon örömére. Idén Szombathely is a helyszínek között van. Két teológus hallgató lesz a vendégünk. Ez a mai műsor kínálata, na tehetik, tartsanak velünk. Ebben az esztendőben harmadik alkalommal rendezik már meg azt az országos megmérettetést, amely a Szóval címet viseli, és a témája nem egy hagyományos iskolai verseny, nem egy hagyományos tanulmányi verseny, hanem a retorika. Ifjú rétorok ülnek itt a stúdióban, mégpedig felkészítő tanárukkal együtt. Köszöntöm mindhármukat. Barkovics Ágnes, a Horváth Boldizsár szakközépiskola tanára, a diákok felkészítője, és két versenyző, Nagy Barbara és Szabó Ádám, mindketten 10. A osztályos tanulók. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kezdjünk akkor hozzá, mert először azt gondolom, hogy azt kell tisztáznunk, hogy miért is vállalkoznak tizedikes ifjú emberek arra, hogy egy retorikai versenyen elinduljanak. Mi az, ami vonzó lehet egy ilyen megmérettetésben? Annyira azért nem divatos dolog ez Magyarországon. Hát ugye úgy kezdődött, hogy van kommunikáció óránk, és igazából feladatot kaptunk, hogy érveljünk különböző dolgok mellett. És hát ki kell mondani, először én voltam az, aki nagyon rákaptam, és nagyon belelendültem. Tehát nagyon-nagyon sokat tudtam beszélni dolgokról jól, és aztán kaptunk ezt a felhívást. Nagyon, valamikor hajnali órákba küldte el a tanárnő, és akkor láttam meg. És azonnal összeszedtem az Ádámot, és a Fruzsit is, mert ők ketten voltak azok, akik hasonlóként. Említsük meg Farkas Fruzsina, a Igen, a Farkas Fruzsina a csapat harmadik tagja. Ők voltak azok, akik még hasonlóan jól érveltek. Az Ádámmal tudni, ritkán értünk egyet. Tehát vele általában kibontakozott a vitánk, mindig egymásnak ugrottunk, néha kicsit jobban, néha kevésbé, és őt mindenképpen akartam magammal hozni. A Fruzsi pedig az utóbbi időben volt az, aki egyre ügyesebben érvelt, és mindenképpen őket akartam magam mellé. Tehát valahogy ez vonzott bennünket. Tanárnő miért vállalkozott arra, hogy a gyerekek mellé áll? Azt nagy örömmel hallottam, mert hogy az adás előtt már néhány mondatot válthattunk, hogy az iskolai oktatásban azért már nagyobb szerepe van a retorikának, mint ahogy erre én emlékeztem. Így van, a 10. évfolyamnak a tananyag része a retorika és az érvelés. Úgyhogy a kezdeti lelkesedés volt, ami engem úgy megfogott, tehát láttam, hogy nagyon tetszik nekik a feladat. Ugye nem kötelező, hanem nyilván fakultatív. És hát nagy siker, hogy ebben a fordulóban, tehát a második fordulóban részt vehetünk Győrben, hiszen 3 fordulós a verseny, és itt már a 150 csapatból csak 56 jutott tovább, úgyhogy nagy izgalommal várjuk a holnapi. Minden régióból 8-8 csapat méri össze a tudását. Második forduló, de beszéljünk az első fordulóról is, hiszen az egy kicsit más volt, mint ami most vár a fiatalokra. Egy esszét kellett írni, ezt bírálta el a zsűri, illetve még ezen kívül műveltségi feladatokat is meg kellett oldani. Miről szólt a csapat esszéje? Hát igazából az esszét még a tanárnő se látta, mert ugye körülbelül 3 vagy 4 napunk... Nagyon rövid határidő volt az elkészítésére, mert az utolsó pillanatban kaptuk ugye a felhívást, úgyhogy a Barbie-kkal összeültünk, és megírtuk, és... Miről?
mi is volt a téma? Egy videót kaptunk, hogy abban arról beszélt egy fiú, hogy nem érdemelte meg az Európai Unió a Nobel békedíjat. Erre felhozott 3 érvet, és el kell ismerni, nehéz volt cáfolatot találni rá, de sikerült, és is láthatóan jól sikerült. A másik egy totó feladat volt, egy pillanat, azt a Frusi pillanatok alatt megoldotta. Mindenkinek megvan a szerepe ezek szerint a csapatban, ez igen. Nagyon jó. És annál is inkább mondhatjuk, hogy jól sikerült, mert hogy második helyen jutott tovább a csapata regionális döntőbe. Elkészült ez az esszé, megvolt a totó, tovább jutott a csapat a regionális döntőbe, de akkor indult azt gondolom az igazi munka, hiszen nagyon komoly feladat felkészülni egy ilyen megmérettetés. Annál is inkább, mert hogy érdekes a műfaja, disputa. Mi ez? A disputa angol szász eredetű, és egy olyan játék, ami a vitakultúrát fejleszti. Ugye a tanárok számára volt kötelező továbbképzés a felkészülés segítéséhez, és ugye ott nekünk ismertették a versenyhez tartozó vitaformátumot, ami a Karl Popper vitát jelenti. Ugye egy osztrák filozófus volt, és ő dolgozta ki ezt a 3-3 fős csapatok részvételével játszható vita formátumot. Ez az egyik legnépszerűbb vita formátum Európában, úgyhogy a versenyszervezők is ezt választották. És hát erre kellett ugye felkészülni. Nem volt egyszerű feladat. Tehát sokszor azért el is bizonytalanodtak, hogy fog-e ez menni, de szerintem fog. Hogy zajlott ez a felkészülés? Hát kaptunk egy tételmondatot, és ezt kell ugye majd bővebben kifejteni, érvekkel alátámasztani, és hát komoly kutatásokat kellett végeznünk, de kaptunk ilyen háttéranyagot a témához. A tanárnőnek adtak egy CD-t a továbbképzésen, és a honlapon is meg lehet találni a háttéranyagokat, és ez alapján, és az iskolából segítő tanárok segítségével. Tehát ez a kis csapat, ez valójában egy nagy csapat. Igen, tulajdonképpen. Mennyi időt vett ez igénybe? Hogyan zajlott ez a munka? Megvolt a téma, megvannak a háttéranyagok, időnként össze kellett jönni és kipróbálni, hogy egy adott témáról, vagy az adott témáról hogyan lehet érvelni, vagy hogyan zajlott? Hát nem is tudom, mikor volt az, amikor kihirdették, hogy mi tovább jutottunk. Nem tudom, hogy az mikor volt, valamikor március vagy február vége. Igen. Akkor megtudtuk, és egy jó darabig igazából nem is tudtunk még mit kezdeni ezzel. És leültünk, és egyszerűen csak beszéltünk róla, de nem jutottunk semmire. Volt egy időszak, amikor aztán azt mondtuk, hogy egyszerűen nem megy, és most az utóbbi pár napban viszont egy olyan lendülettel álltunk neki, amilyennel még soha, és mondjuk a mai napunkból is egy 4 óra körülbelül arra ment el, hogy tényleg véglegesen megírtunk mindent. De nagyszerű lett, tehát... Mi az, ami átlendítette a csapatot ezen a holdponton? Tudható ez? Megfogalmaztátok? Mi lehet? Igazából ketten voltak a csapatban, akik visszaléptek volna, vagy hát az egyik én voltam, és engem az segített, hogy beszélgettem valakivel, azt most nem mondom meg kivel, de beszéltem valakivel, és mondott egy történetet, aminek a tanúsága az volt, hogyha ő akkor nem folytatja, akkor nem lenne ott, ahol és az, aki. És ez megfogott, és így folytattam. Nagyon érdekes az a téma, amiről majd el kell mondani a csapattagoknak a véleményét a győri regionális fordulóban. Mégpedig ez így hangzik, ez a tételmondat, megtanulom lassan a szakszavakat. Az Európai Unió minden tagállamának közös pénznemet kell használnia. Na most ez... Mennyire érdekel egy 11 éves fiatalt? Tanárnő? Hát órák keretében ugye sokkal egyszerűbb témákkal gyakoroljuk a retorikát és az érvelést, tehát a diákok mindennapjaihoz tartozó témákat szoktunk választani, főleg kezdetben. Tehát az Európai Unió ugye még felnőttek számára is, az euró ugye túlságosan összetett és bonyolult probléma, tehát ezért lehetett a bizonytalanság, de talán túlléptünk rajta, úgyhogy szerintem érdekli most már a fiatalokat is, hogy mi lesz holnap, és ki hogy érvel. És külön nehézséget jelent az, hogy gondolom én nem tudjátok előre, hogy melyik csapattal kerültök szembe ott, és hogy éppen ellene vagy mellette kell érvelnetek. Igen, az ellenző beszédünk az különösen nehéz lesz, ugyanis ott halljuk először az ellenfél csapatnak a támogató beszédét, és nekünk arra kell igazából reagálnunk. Hát erre igazából elég nehéz is készülni, de hát majd megoldjuk valahogy, úgyhogy...
Hogyan zajlik ez a verseny? Van egy szóvivője a csapatnak, aki a csapat által megfogalmazott érveket elmondja, vagy mindenki szóhoz juthat, és éppen az szólal meg, akinek úgy tűnik, hogy jó gondolata van? Mind a hárman szóhoz fel fogunk szólalni. A Fruzsi lesz az első, én leszek a második. Ez megvan a rendje ennek. Igen, a Barbi lesz a harmadik, és megvannak a különböző feladatok, hogy kinek mit kell elmondani, és ez alapján. De nyilván ez ott abban a pillanatban megváltozhat teljesen attól függően, hogy a másik csapat mit mond. Akkor mi van? Felborul a rend. Maga a formátum nem változhat. Tehát az egyes szónokoknak az időkerete az kötött, illetve a keresztkérdések ideje az szintén kötött, hogy kihez szólhatnak a kérdések. Tehát a mondani valóban változás lehet közben esetleg. Lesz is valószínűleg. Hát, egészen. Igazából ezt a vitának, ezt az egész formáját volt nehéz megszoknunk, mert eddig nem voltak ilyen kötöttségek, ilyen keretek, amikben mozoghattunk órán sem. Ezt eddig nem nagyon gyakoroltuk, és igazából ezt kellett megszoknunk. Szerdán lesz a regionális döntő. Izgalom van már? Hát, nincs. Egy egészséges izgalom, tehogy nincs. Majd ott lesz, most még nincs. Igen. Hogyan tovább megvan ez a regionális verseny? Ha siker, akkor folytatódik az országos döntővel, de hogyan képzelitek el a jövőtöket? Szeretnétek valami hasonlóval foglalkozni? Én számba vettem társadalomtudományokat, hogy esetleg ilyen vonalon elindulni, de majd meglátjuk. Hát, igazából én még nem nagyon gondoltam így tovább, hogy de hát majd kialakul. Tanárnő mit gondol erről? Milyen jövőt szán a fiataloknak? A Barbie egyértelműen kommunikációra született, Ádám meg majd kialakul. Így van. Én, ha lehet, akkor sok sikert kívánok a megmérettetéshez, és bízom abban, hogy folytathatjuk ezt a beszélgetést az országos döntő előtt, vagy az országos döntő után. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba. Hétfőn zajlott a Bercsényi Miklós Általános Iskolában a már szokásos esélynap, amikor is az iskola tanulói fogyatékkal élő társaikkal együtt játszottak és sportoltak. Nézzük a képeket. Milyen lehet kerekesztékkel akadályokat kerülgetni? Vagy labdázni, ha nem látjuk, csak halljuk, ahogy csörög a játékszer? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak a gyerekek az esélynapon. Fogyatékossággal élő és egészséges gyerekek együtt sportoltak. Marcell például a kosárlabdadobást gyakorolta. Szoktam kosarazni az iskolába, hát még szeretnék sokáig így kosarazni. Hát azért így kerekesszékből nehezebb, mint simán úgy futva kosarazni. A rendezők elsődleges szándéka az volt, hogy a gyerekek személyes tapasztalatokat szerezzenek. A fogyatékkal élő gyerekeknek a sportolását, a sport lehetőségét szerettük volna bemutatni, összemosni az egészséges gyerekekével. Egy tolerancián a nevelő programot szerettünk volna kialakítani. Itt a Bercsényi iskolának a torna termében, mint egy forgó színpad szerűen zajlanak az események, minden helyszínen 20 percet tölt egy-egy csapat. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem verseny, tehát inkább az, hogy együtt sportoljanak az év gyerekek a fogyatékkal élő gyerekekkel. Mi az 5.-6. célcsoportot céloztuk meg. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú rendezvény zajlik, és ha már egy gyermeknek a gondolkodásmódja megváltozik az esemény kapcsán, én azt gondolom, hogy akkor már értelme volt ennek a mai napnak. A gyerekek, akik eljöttek az esélynapra, azt mondták, ők, ha szükség lesz rá, biztosan odaállnak majd fogyatékossággal élő társaik mellé. Én támogatni fogom, mert szerintem az egy jó dolog, hogyha segítünk az embereken. Hát én egyáltalán semmi rosszat nem fogok rájuk gondolni, és segítek, hogyha tudok. Ezzel így nagyon érzékeltetik ezzel a feladatsorokkal, hogy milyen lehet egy olyan embernek az élete, aki mondjuk nem teljesen olyan, amin ilyen a többiek. És mit gondolsz, hogy ezzel együtt lehet nekik is teljes életet élni? Igen, szerintem azért lehet, hogyha mondjuk befogadjuk őket úgy, hogy vagy segítünk nekik, vagy hát nem csak halljuk őket.
mert szerintem nagyon sok olyan ember van, akik ezt nem veszik komolyan, hogy nem gondolnak bele abba, hogy milyen lehet egy ilyen embernek az élete, és csúfolják. Bóka Eszter azt mondja, az elmúlt években sokat változott a fogyatékkal élők megítélése, sokkal kevesebb az előítélet. Úgy gondolom, nekik sokkal nehezebb is figyelni is kéne rájuk, hogy mondjuk megkönnyíteni a feladatukat. 7 iskola csapata jelentkezett a programra, az 5.-6. osztályosok megismerkedhettek a Braille írással, valamint különböző ügyességi, készség és képességfejlesztő játékokat is kipróbálhattak. Nagyon fontos rendezvényről van szó, azt hiszem. Folytatjuk tovább a témával a stúdióban. Itt ül vendégem Bóka Eszter, a Vas megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház projekt asszisztense. Jó estét kívánok! Üdvözlöm, jó estét kívánok! Először egy-két mondatot a hétfői sportnapról, játéknapról beszéljünk. Milyen élményekkel távozott erről a rendezvényről? Nekem ez volt az első rendezvény, aminek a szervezésében is részt vehettem. És meg kell, hogy mondjam, ha mondhatok, személyes véleményt felülmúlta az előzetes várakozásaimat. Miért? Egyrészt sokkal többen eljöttek, mint gondoltam. Másrészt pedig nyitottak voltak a gyerekek, érdeklődőek, kíváncsiak. Volt olyan helyszín, ahova, mikor körbe mentek a gyerekek, egyszerűen jöttek vissza, hogy hadd menjek a kerekesszékes akadályfáján még egy kört, úgyhogy nagyon, nagyon nagy élmény volt, és örülök, hogy ilyen jól sikerült, és lehet, hogy hosszabb időt kellene erre szánni a jövőben. Azt gondolom, ez szép feladat. Ahogy én mondtam az elején, hogy ez egy fontos rendezvény, ön is így gondolja? Igen, ennek a korosztálynak, ennek az 5.-6. korosztálynak szerintem az egyik legjobb módja, hogy segítse a szemléletváltásukat, a hozzáállásuk megváltoztatását, a gondolkodás mondjuk megváltoztatását, hogyha kimennek a hétköznapokba, akkor egy ilyen nap után szerintem sokkal inkább megkönnyíti a közeledésüket a fogyatékkal élők felé, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Vas megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház, amely az elmúlt év októberében kezdte meg a működését, és egy országos hálózat része. Mi a célja? Ennek a hálózatnak az a célja, hogy az összes hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoport, illetve ember hétköznapjait megpróbálja könnyebbé tenni. Ez alatt érthetjük a fiatalokat, az időseket, a fogyatékkal élőket, a romákat, illetve a hátrányos helyzetű településen élőket, családokat, gyermeküket egyedülnevelő. De ez már egy nagyon szertágazó társadalmi réteg. Hogyan lehet összefogni ennyi félét, hiszen mindenkinek egészen más problémái lehetnek, gondolom én. Hát a koncepció az volt, hogy igyekeztünk olyan partnerszervezeteket megkeresni, akik az előbb említett célcsoportokkal foglalkoznak, illetve nekik nyújtanak különböző szolgáltatásokat. Tehát koordináló feladatai is vannak az esélyek házának. Tavaly októberben a minisztérium jóvoltából kezdhette meg a működését itt Vas megyében ez Igen. a szervezet. A finanszírozás is a minisztérium? Igen, most is az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagi és egyéb támogatásának köszönhetően működik. Koordináló feladatok mellett a tanácsadás is nagyon fontos. Miben, milyen témákban fordulnak önökhöz az emberek? Hát itt is széles a skála. Van életvezetési probléma, egészségügyi probléma, különböző szociális ellátásokhoz való hozzájutás tekintetében, illetve jelentős igény mutatkozott a jogi tanácsadásra, amit nagyon sokan igénybe vesznek, hála Istennek. Melyek ezek a jogi problémák, amikkel önökhöz fordulnak? Hát, ahány ember, annyiféle. Itt lehet gondolni válással összefüggő jogi problémára. Tehát minden, ami a hétköznapi anyagi jellegű életben problémára, így jelent. Van. Uh-huh. És az egyenlő bánásmód hatóságszoros való szoros együttműködés eredményeként ezeket. Megnéztem az internetes oldalon, és ez azért felkeltette az érdeklődésemet, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság helyi referense is rendszeresen ott lesz az Esélyek Házában, és tanácsot ad, mert hogy igény van rá. Igen. Miért? Hát, mik a problémák?
a problémákat már az előbb említettem, hogy itt a vállástól kezdve a különböző hagyatéki problémákig. De az egyenlő bánásmód hatósága hogy kapcsolódik ehhez? Tehát hátrányos megkülönböztetés éri ezeket az embereket, igen, akik önökhöz fordulnak? Igen, ilyen is van, hogy akár fai, akár vallási hovatartozása miatt esetleg hátrányos megkülönböztetés éri az illetőt. És ugye, hogy miért keresik ezt a lehetőséget ingyenes, és ugye nyilván halmozott a hátrányos helyzetű és szegény emberekről beszélünk. Tehát nyilvánvalóan nem valószínű, hogy megengedheti magának egy ilyen helyzetben lévő ember, hogy anyagi ráfordítással keressen szakember. Hárman dolgoznak most az Esélyek házában. Én azt gondolom, hogy ez nem munka, hanem inkább hivatás, mert hogy nem lehet ezt napi 8 órában, hivatali időben elintézni. Mi az, ami motiválja önöket? Hogyha sikerül valakinek csak az élet bármely területén egy kicsit jobbá, könnyebbé tenni az életét, vagy segíteni bármiben, és visszajön, és azt mondja az embernek, hogy köszönöm szépen, aranyos a segítségét. Nekem ez elég, ez a motor, azt gondolom mindannyiunknak. Beszéltünk a tanácsadásokról, amelyek nagyon fontos részét képezik a munkájuknak, de emellett még sok minden mással is foglalkoznak. Így van, tartunk hasonló területen dolgozó szakembereknek szakmai programokat. Nagyon jó kapcsolatunk van a Harmónia Egyesülettel, ők ilyen a legkülönbözőbb egészségvédő tanfolyamokat vagy klubokat tartják. Jógát említenék még meg, ami fogyatékkal élőknek is működik, van rá igény. Úgyhogy széles a skála tényleg. A Bercsényi is rendezvény kapcsán beszéltünk a fiatalokról, és az önök tevékenységében is fontos helye van az esélyóráknak, amely azt célozza, hogy nyitottabbak legyenek a fiatalok a fogyatékkal élőkkel szemben. Ez így van, ez eddig főként fogyatékkal élőkre korlátozódott vagy összpontosult, de a jövőben tervezük az összes, vagy hát minél széles körben hátrányos helyzetet benélő, akár gondolhatunk itt a romákra, idősekre, hogy rájuk is kiterjesszük ezeket az órákat. A fogyatékkal élőkre vonatkozó órák nagyon pozitív tapasztalatokkal zárultak, úgyhogy nagyon bízom benne, hogyha sikerül kiterjeszteni ezt a szándékot, akkor a jövőben a egyéb hátrányokkal élőknek is ugyanilyen pozitív órákat tudunk majd tartani. De ez azt is jelenti, hogy önök kimennek iskolákba, és akkor ott a diákoknak tartanak erről foglalkozásokat. Igen, általában... Partnerek az iskolák? Igen. Abszolút nyitottak. Említette a rendezvényeket, közeledik a szociális hét, amely Szombathely városában már nagy hagyományokkal bír, és rengeteg nagyon jó program van. Önök hogyan készülnek erre a rendezvényre? Mi az idén egy szakmai programmal készültünk. Főként szakembereknek készül ez a program, de a jövőben szeretnénk aktívabban részt venni, és felvonultatni az általunk képviselt célcsoportok problémáit, úgyhogy bízunk benne, hogy a jövőben azért szélesebb körben tudunk majd ebben együttműködni. Hol találhatják meg önöket azok, akiknek segítségre van szükségük? Szombathelyen a Kiskar utca 5-ben. Mikor? Reggel 8-tól délután 3:30-ig. És azt is olvastam valahol, hogy a tervek között szerepel, hogy költöznének nem túl messze a Kiskar utcából, az Operint utca 1-es számára, két másik szervezettel ez együtt. Mint ahogy mondtam, ugye több célszervezetet, illetve partnerszervezetet megkerestünk, és a város jövőbeli tervei között szerepel a Vasmegyei Civil Információs Centrum, az Önkéntes Centrum, a Logó Ifjúsági Szolgálat, illetve az Esélyek házának a közös épületbe való költöztetés, és bízunk benne, hogy így hatékonyabban tudjuk sokkal több a hasonló területen jelen, dolgozó szervezetek munkáját összehangolni, és hatékonyabbak leszünk. Bóka Eszter, köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.
Bár a márciusi télnek azt gondolom, hogy senki sem örül igazán, azért egy előnyét mindenképpen megemlíthetjük. Ilyenkor mindenkit minden arra sarkal, hogy félrehúzódjon a szoba egy sarkába, bekuporodjék egy kényelmes fotelba, és kezébe vegyen egy könyvet, egy olyan könyvet, amelyet szívesen olvas. De ma Magyarországon a felmérések szerint az embereknek csupán csak 4%-a talál valamilyen élményt az orvosásban. Megdöbbentő szám. 14 éves kor alatt valamivel jobb ez az arány, ezt az is bizonyítja, hogy a könyvtárba beiratkozott olvasóknak az egyharmada ehhez a korosztályhoz tartozik. Aztán, ahogy növekednek a fiatalok, egyre fogy az olvasási kedv. Vajon miért? Olvasni pedig jó. Nézzük meg a most következő összeállítást. A könyvet bújja ez a diák a megyei könyvtárban. Egy tavalyi felmérés szerint a magyaroknak mindössze 4%-a tartja vonzó tevékenységnek az olvasást. Persze vannak olyan fiatalok, akiket még képes lázba hozni egy jó könyv. Szeretem az izgalmas történeteket. Például sok ilyen ifjúsági és ilyen kalandregény, skifit olvasok. Olvasni szeretek, mert fölkönyveket izgalmasak, meg szeretem a sportot. És milyen típusú könyveket szoktál olvasni? Főleg indiános regényeket. A megyei könyvtár 14 ezer beiratkozott olvasójának több mint harmada 14 év alatti. A kisgyermekek még szívesen járnak könyvtárba, de a kamaszok figyelme már jobban megoszlik. A fiatalokat is ugye több korosztályra oszthatjuk fel, akkor azt mondom, hogy a 14 év alattiaknál még sokkal jellemzőbb a könyvtárba járás és az olvasás, mint a 14-18 év közöttieknél. Gondolom ennek az is az oka, hogy ők már több olyan eszközzel rendelkeznek, amit otthon is tudnak használni információkeresésre, olvasásra. Amit határozottan tudok mondani, hogy bizonyos népszerű irodalmakat 14 alatt és 14 fölött is rendkívüli módon kedvelnek. Ezek az úgynevezett vöröspöttyös könyvek, a könyvmoly kiadó könyvei, és vannak bizonyos ifjúsági szerzők, közöttük magyarok is, Lejne Laura például, akiket nagyon szeret ez a korosztály, de inkább a 15 alattiak. Tehát a 14-18 év közötti korosztály úgy látjuk, hogy önállóan szerzi be az információit, és csak a szabadidő eltöltésének egy keskeny szeletét kívánja a könyvtárral megoldani. A paragvári iskola könyvtárosa szerint létezik mai népszerű gyermekirodalom. A fiatalok most egy 28 éves magyar szerző köteteiért rajonganak, még vetélkedőt is tartanak ennek kapcsán. Nálunk is nagyon nagy volt az érdeklődés, 15 csapatunk nevezett erre a vetélkedőre, és a kolléganőmmel úgy gondoltuk, hogy rendezünk egy házi elődöntőt, és itt tudjuk kiválogatni a legügyesebb gyerekeket. Akik nem tudták megszerezni az iskolai könyvtárból ezt a kötetet, mert már elfogyott, ők pendrive-on vitték haza az anyagot, és úgy olvasták. Ezek tükrében azt gondolom, hogy bizakodhatunk, hogy az olvasás továbbra is érték marad. Tapasztalatok szerint töretlen az író-olvasó találkozók népszerűsége, ha egy szerzőt személyesen is megismernek, műve iránt ugrásszerűen megnő az érteklődés. Grecsó Krisztián közreműködésével nemrég indult az az országos médiakampány, amely az olvasást népszerűsíti. A Te is olvasol, ugye? Című pályázat eredményét áprilisban a Költészet napján hirdetik majd ki. Hát igen, bízunk abban, hogy az olvasás valóban érték marad. Egy olyan kezdeményezésről esik szó a következőkben, amely érték, és amely nagyon fontos, és bízhatunk abban, hogy még sok-sok éven, évtizedeken keresztül folytatódik az a hagyomány, amelyet 2003-ban indítottak útjára fiatalok, akik arra szövetkeztek, hogy együtt Krisztus szenvedés történetét mutatják be, tárják a közönség elé, egy passiójátékot mutatnak be, minden évben az ország más részén. Nagy örömünkre ezúttal Szombathelyen is látható ez a játék, ez az előadás. Stúdiónkban két teológus hallgatót köszönthetek, Rosta Izabellát és Halasi Andrást. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 2003-ban indult tehát ez a kezdeményezés. Hogyan és miért? Izabella? Andor Kester kezdeményezésére indult el, és azért, mert azt szerette volna megmutatni az embereknek, hogy tehát a Krisztus szenvedésének a története az nem csak az egészséges
emberekért, hanem a mozgássérültekért, a sérültekért is ugyanúgy megtörtént. És hát külön érdekessége ennek a passiójátéknak, hogy mozgássérült és épp fiatalok együtt adják elő. Igen, ez egy nagyon fontos koncepció. Mindig törekszünk arra, hogy a szereplőgárda az fele részben mozgássérültekben, fele részben pedig fogyatékkal élőkből tevődjön össze. Nem csak mozgássérültekből, hanem szellemi fogyatékosokból is. Hogyan áll össze az a csapat, aki létrehívja az adott esztendőben az előadást? Hát mindig van két vezetője a pasiókörútnak, és hát igyekszünk így az ország minden tájáról hívni embereket. És hát tényleg így a táborainkból jönnek azok az emberek, akik ebben részt vesznek. Én olvastam nyári bárka táborokról. Igen. Ez micsoda? Ez sokkal hosszabb múltra tekint vissza, mint a pasió, hiszen 1988-ban szervezték pont itt a megyében az első mozgássérült tábort. Azóta most már évente 7 mozgássérült tábort tartunk az ország különböző részein, átlagosan 40 fő részvételével, melyből szintén nagyjából fele részben segítők, fele részben pedig sérült fiatalok vannak, és kevésbé fiatalok most már. Mert hogyha valaki egyszer elkezdte, akkor nem szívesen mondja. Ez dicséret mindenképpen. Összejön az a bizonyos 10-20-valahány fiatal, és elkezdenek dolgozni. Hogyan? Hát először egy próba hétvégével kezdődik, és ezen gyűlik össze először a csapat. Itt írjuk meg a szövegkönyvet, itt osztjuk ki a szerepeket, és hát elkezdjük gyakorolni az énekeket, és magát az előadást is. Amit én olvastam, és számomra nagyon szimpatikus volt, és ön is elmondta az imént, hogy közösen készítik el a forgatókönyvét, szövegkönyvét, nyilván a bibliai történetet felhasználva és tiszteletben tartva. Na de hát azért itt ez azt is jelenti, hogy az adott esztendő résztvevő fiataljai hozigazítják a történetet, és igen, egy kicsit mindig más lesz hangsúlyos. És azt gondolom, ez különösen izgalmas. Idén mi az, ami igazán felkeltette a fiatalok érdeklődését? Mi az, amit kiemeltek közösen Krisztus szenvedés történetéből? Idén a narrációban a hívő és a hitetlen beszélgetése hangzott el, és ami egy különösen nagy súlypontot adott az egész koncepciónak, hogy a hívő egy mozgássérült fiatal volt, a hitetlen pedig egy épp fiatal, és pont azért nem értette a hitetlen, hogy képes hinni Istenben a mozgássérült, amikor hát kerekesszékben ül, és a végére belátja azt, hogy valóban lehet hinni Istenben, mert ő valóság. Mindenki csinál mindent a társulatban. Ennek akkor így közösség összekovácsoló ereje is hatalmas lehet, gondolom én. Igen. Mindenképpen ez látszik abból, hogy a kapcsolatok azok megmaradnak az év többi részére is. Uh-huh. Látogatjuk egymást barátként, nem csak úgy, mint segítő és mozgássérült, hanem úgy, mint névvel illetett személyek, akik uh-huh. összejárunk baráti társaságokba. Felvállalták, hogy vezetik ezt a próba folyamatot, részt vesznek az előadásokon. Miért? Mi az, ami fontos önöknek ebben? Hát nekem ez az egész nagyon fontos, szóval amikor elkezdtem, én akkor már láttam, hogy ez nekem ilyen nagyon nagy szívügyem lesz, és szerintem nagyon fontos ezt a kezdeményezést továbbvinni, ami most ez ugye jubileumi alkalom, és szerintem ez nagyon sokat tud adni az embereknek, ugyanúgy nekünk, mint azoknak is, akik nézik. És nekem ez nagyon fontos. András? Hát csak csatlakozni tudom a Izabellához. Tényleg egy nagyon fontos dologról van szó, teológusként különösen is, hiszen egy nagyon jó szolgálati lehetőség, nagyon jó lehetőség arra, hogy minél több emberhez eljutassuk az evangéliumot. Említettük, hogy ez jubileumi alkalom, a 10. De valami miatt a tavalyi esztendő kimaradt. Van ennek valami különös oka? Úgy alakultak a dolgok, hogy sajnos tavaly nem tudtunk elmenni passiózni. Ez főleg
abból adódott, hogy az utolsó pillanatban nagyon sokan visszamondták, így sajnos le kellett fújnunk a... Nyilván minden ilyen önkéntességre épülő kezdeményezésnél ez ott van, szomorú lehetőségként. Vas megye elég jó reprezentált ebben a 11 éves, mert 11 éves sorozatban, hiszen negyedik alkalommal helyszín Vas megye. Miért ez a kitüntető figyelem? Van valami oka ennek? A Mevisz történetében Vas megye mindig kiemelt szerepet töltött be, hiszen itt a megyén belül Kemenes Mihályfán van a táborhelyünk, ahova nyaranta nagyon sok tábor, nagyon sok fiatal elmegy, nagyon sok embernek jelent a táj, a városok maradandó emléket, és az itteni gyülekezetek vendégszeretete pedig mindannyiunk szívében egy kellemes emlék. Virágvasárnap indul az előadássorozat, és nagypéntekig tart, tehát már néhány előadáson túl van a társulat, és még néhány előttük áll. Mik az eddigi tapasztalatok? Hát mindenhol nagyon kedvesen fogadtak minket, és hát mindenhol azért sikerült kisebb hibákkal, de jól előadni. És mit jelent ez, hogy kisebb hibákkal? Hát azért mindig voltak így a szövegben azért a tévesztések, meg hát most az időjárás is azért eléggé befolyásolja. Nem egyszerű eljutni egyik helyről a másikra, ez igaz. Igen. De hát azt gondolom, hogy egy amatőr társulatnál azért nem a tökéletesség a legfontosabb cél. De ebből azért adódik a kérdés, hogy itt bizony szakmai felkészültség is szükséges, hogy színpadra álljon egy produkció. Vannak szakmai segítők, színházi segítők? Vagy teljesen maguk mindent? Most éppen van az egyik leányzó gyakorlott színész, de egyébként a társulatban az a legfontosabb, hogy legyenek olyanok, akik már jó néhány passiót végigcsináltak, és tudják azt, hogy a itt szükséges extrákat hogy kell alkalmazni, a kerekesszékeket merre kell mozgatni. Értem. És így tovább. Igen, tehát ez is egy fontos rendezőelv. Merre mennek még az elkövetkezendő napokban? Hol látható még a produkció? Holnap megyünk este Bajánsenyére. Szerdán este Bajánsenyén látható az előadás. Igen. Csütörtökön este Nádasdon, és pénteken pedig Csepelen, Budapest mellett. Az is hagyomány már, hogy nagypénteken mindig Budapesten zárul. Igen. Ez a passió, ennek mi az oka? Ennek talán az a legfőbb oka, hogy a mozgássérültek segítők többsége azért budapesti, és hogy ők is láthassák az előadást, ezért Budapesten szoktuk zárni, legtöbbször a Deák téren, de legutóbb Zuglóban, most pedig Csepelen, hiszen Csepelre már évek óta várnak minket nagy szeretettel. Én jó munkát kívánok önöknek és a társulat valamennyi tagjának, és bízom abban, hogy folytatódik még ez a nagyszerű hagyomány, és még sokszor lesz Vas megye helyszíne ezeknek a passiójátékoknak. Köszönöm szépen, hogy befáradtak hozzánk. Kedves nézőink, a Szombathely ma adása ezzel véget ért. Köszönöm, hogy velük tartottak. Ha tehetik, maradjanak még a Szombathelyi Televízió képernyője előtt, hiszen folytatódik tovább a műsor a híradóval, és a Szombathely ma is jelentkezik az elkövetkezendő napokban újra. Viszontlátásra! Együttműködő partnerünk a Stihl Ruhagyár.